Szia! Köszöntelek a csatornámon, ahol mindig egy érdekes női életutat mutatok be. Téged vertek már át? Volt, hogy bedöltél egy jól hangzó ígéretnek, amiből aztán nem lett semmi? Volt már olyan, hogy esetleg te követtél el egy kisebb csalást valakivel szemben? Akárhogyan is történt a dolog, szinte mindenki volt már csaló vagy áldozat szerepben. A mai történetünk főszereplőjét nevezhetnénk a nagypályás csaló koronázatlan királynőjének. Tihanyi Frejjel Irmának hívták, és közel két évtized alatt szinte egész Európát végigpartizta, lopta, csalta, hazudta, és a nyomában csak úgy hullottak a férfiak. Szeretném megjegyezni, hogy az itt elhangzó életút senki számára sem követendő példa. Láthatjátok majd, hogy a csalás nem kifizetődő hosszú távon, hiszen a bűnös mindig elnyeri a méltó büntetését. Szóval senki se csapjon fel szélhámosnak, és ne hajszolja öngyilkosságba a szeretőit. 1925-ben Irma kezén csattant a bilincs. Az akkor már igencsak megkopott 58 éves veterán kalandornő rendőrkézre került. Ennek apropóján írt egy újságcikket Tábori Kornél, a korszak egyik legismertebb riportere. Idézet következik. A külföldi magyar csalók közt Díszhely illeti meg ezt a hölgyet, akinél szebb és romlottabb nőt egyetlen policista sem ismert. Igazi nagyszabású szélhámos nő volt, a parfümös dúvadok legfinomabb fajtájából, amely rendszerint a nemzetközi centrumokban, Párizs, Monte Carlo, London drága tanyáin pompázik. Ragyogó és megroppant pályája alatt vagy 10 nevet használt. Az ismertek. Földes Irma, Dimitrievics Mannonné, Pap Elekné, Tihanyi Magda, Báró Tihanyi Dömötörné, Pémelitta grófnő, Sturza hercegné. Ez mind Frejler Irma. Hatósági emberek jelentették ki róla, amikor egy királyi ügyész tönkretett. Ennél bájosabb bestia még nem ült börtönben. Idézet vége. Szóval Irma kezén megint csattant a bilincs, ki tudja, hogy hanyatszor, de nem egy nemzetközi centrumban, hanem Kőszegen. A szépséges és feslett álgrófnő, illetve akarom mondani álhercegnő, és még oly sok titulussal felcicomázott szélhámos, már nem volt a régi formájában, de meg kell jegyezni, hogy a hosszú, páratlanul sikeres pályafutása elismerésre adhat okot, már ha a csalás díjazni lehetne. Frejjel Irma Kőszegen született a Széchenyi gróf egyik uradalmi tisztviselőjének lányaként. Születési papírjai elkeveredtek az évtizedek során, de egy 1904-es újságcikk 37 évesként hivatkozik rá, ezért mondjuk azt, hogy 1867-ben született. Pontosan akkor, amikor az osztrák-magyar monarchia. A kőszegi Széchenyi uradalomban kitűnő neveltetésben részesült. Németül, angolul, franciául beszélt, ügyesen lovagolt, imádott táncolni és írni is. Itt megjegyezném, hogy tényleg volt tehetsége az íráshoz, hiszen németül több pikáns regénye is megjelent. Vidéken körül dongták a férfiak, kedvére válogathatott volna a fiatal uraságok között, de Irma nem vágyott a bálkirálynő szerepre. 17 évesen elszökött Kőszegről és Budapestre utazott szerencsét próbálni. Itt azonnyomban felkereste Evva Lajost, a Népszínház igazgatóját, és ő azonnal szerződtette kóristalányként. Nos, ne azt képzeljük el, hogy a kóristalányok áriákat és magasztos nótákat énekelnek, hanem testre simoló dresszekben, tollas boák között táncolnak a színpadon kívül pedig sugárzadikkel enyelegnek. Frejjel Irma szépségével és csáberejével hamar kitűnt a kóristalányok közül. Ravaszul szövegette a hálóját, majd egy óvatlan pillanatban lépre csalta első áldozatát. Piusics Lajosnak hívták, és ő volt a pesti takarékpénztár főpénztárosa. Olyannyira jó módú volt, hogy egyszer a Váci villájában összegyűlt vendégsereg, szájtátva nézte az istállója falait. Márványból készültek. Egyik vendég meg is jegyezte, hogy szívesen beköltözne egy ilyen boxba. Az egész társaság nagyon nevetett a szellemes beszóláson, de közülük Frejjel Irma kacagott a legcsilingelőbben. Piusics pedig nem tudta levenni róla a szemét. Valószínűleg ez a pillantás változtatta meg örökre az életüket. A többi kóristalánynak még kabátra sem tellett, de Irmácska a legmenőbb szörmebundában parádézott, és még nagyobb lábon élt. Hogy pontosan mi is vezetett a szörnyű tragédiához, már nehéz lenne megmondani. Annyi bizonyos, hogy 1892. szilveszter éjjelén Piusics úr egy golyót röpített a fejébe a Váci kastélyában. A tragédiát megelőző napokban a bankban szigorú ellenőrzést tartottak. Kiderült, hogy több mint 1 millió forint tűnt el a páncélszekrényből.
Jókora szenzáció kerekedett ebből az ügyből, és egész Budapest azt találgatta, hogy ki is sikkasztott. Felmerült a gyanú, hogy a kis kórista lánykeze is benne lehet a dologban, sőt egyenesen azzal vádolták, hogy a gyönyörű szörme bundája alatt csempésztek ki a nagy kötek pénzeket. Nem sikerült rá bizonyítani semmit, hiába faggatták napokig a rendőrségen. Ejtették ellene a vádakat. Még a nyomozás be sem fejeződött, Irma már is egy másik férfira vetette ki a hálóját, aki bele is sétált. Az új áldozatot Tóth Bélának hívták, és ő volt a bank ügyésze. Nem sokkal később a fiatal jogászt váltóhamisítással vádolták meg. Ez amolyan okirat hamisításnak felel meg. A rendőrség ismét Irmát vette elő, és amikor Tóth Béla értesült róla, hogy kit is vádolnak, teljes melszélességgel kijelentette, hogy ő adott Irmának felhatalmazást a nevének aláírására. Béla kifizette a váltót, mind a 40 000 koronát. Irma megint megúszta. Ekkoriban történt, hogy Irma megint összejött egy tisztviselővel és annak a fiával is. Ez már eléggé meredeknek hangzik, és tudjuk jól, hogy semmi jó nem sülhet ki egy ilyen kapcsolatból. Nos, itt is ez történt. A fiú sikkasztásba keveredett, és golyót röpített a szívébe. Érthető, hogy Irma a hatóságok látószögébe került, és igencsak szorult a nyaka körül az a bizonyos hurok. De a következő botrányra sem kellett sokáig várnia. A magyar hatóságok elő Bukarestbe menekült, és Sztárai grófnő néven különböző varietékben lépett fel. Olyannyira sikeresnek titulálta magát, hogy európai turnéra indult. Konstantinápolyban a La Belle Melitta nevet használta. Itt egy német gyáros pénzelte Irmát, de sajnos hamar kiürült a pénztárcája, és az elkeseredett gyáros golyót röpített a szívébe. Szegény Melitta grófnő mélyen megrendítette a gyász. A temetés után egyből felszívódott Konstantinápolyból. Párizs volt a következő állomás, ahol palotát bérelt az opera közelében, és a dúsgazdag elit számára nyitva hagyta az ajtaját. Sokáig sündörgött ott egy román politikus, bizonyos Sturza Demeter. Vele aztán gyorsan eltapsolt 1 millió lejt, ami még önmagában nem is olyan botrányos. A botrány csak ezután következett. A szerelemtől ittas férfi állítólag annyi gyémántot szórt Irma testére, hogy az alig látszódott ki alóla. Na jó, ez sem számít még botrányosnak. Sturza Demeter megkérte a csodaszép Irma kezét. Irma nem sokáig hezitált a lány kérésen, de volt egy kérése. Szeretné a szétzilált idegrendszerét rendbe rakni egy drága tengerparti szállodában. Egyedül. Néhány hét múlva a szerelmes Demeter titokban menyasszonya után utazott, hogy meglepje a szállodai szobájában. Ő volt az, aki igencsak meglepődött. Irmát egy jóképű idegennel találta az ágyban. A férfi felbontotta az eljegyzést, hazautazott Romániába, ahol a hírek szerint rátörte az ajtót egy végrehajtó. Aztán Irma Budapestre érkezett, ahol egy Rákóczi úti szállodában lakott egy külföldi konyakgyárossal, de ez a román sem alakult túl rózsásan. Kiderült a konyakgyárosról, hogy sikkasztott. Azért Irma nem hagyta abba a táncot és az éneklést. A Nagymező utcai Orfeumban lépett fel a Rajna Ferenc Asszony Regiment című darabjában az úgynevezett hölgyzászlóalj tagjaként. Itt került összetűzésbe az Orfeum dívájával és kurtizánjával, Karola Cecíliával. Történt ugyanis, hogy Karola Cecília egyik drága karkötőjének nyoma veszett. A házkutatásnak hála a brilliáns karperec hamar előkerült. Irma fiókjában volt a fehér neműi között. Irmát letartóztatták, és 15 napra a rácsok mögé került. Azért csak ilyen rövid ideig időzött a hűvösön, mert bizalmas kapcsolatot alakított ki az egyik ügyésszel, akinek a lakásából egy titkos alagút vezetett Irma cellájába. Így a szépséges csaló esténként nem a kényelmetlen Pritchen aludt, hanem a budapesti éjszakában mulatott. Az ügyész nem sokkal később kirúgták. A szabadulása után immáron magát Mannon grófnőnek kiadva, Lembergben találta meg a számítását, ahol ékszerekkel kezdett el bizniszelni. Ez úgy működött a gyakorlatban, hogy irreálisan drága ékszereket vásárolt budapesti, bécsi és párizsi cégektől, amikért természetesen fizetett, vagyis nem is ő, hanem egy Goldschmidt nevű gavallér, aki a bécsi Rothschild cégvezetőjének a fia volt. Amint elapadtak a pénzcsapok, a megszerzett vagyonnal továbbállt. Most egy lengyel aranyi fiúval egy bizonyos Klumecki báróval szűrte össze a levet, aki megvette neki a Singerstrasse 2 számú házat Bécsben, ahol egy előkelő családok és mágnások ellátására szolgáló luxuspanziót nyitott.
Ugye tudod, hogy egy ilyen luxusszálló fenntartási költségbe sok-sok koronába kerül? A hiányzó pénzt Irma és Krumecki báró hamis váltók forgalomba bocsátásával és váltók hamisításával szerezték. Aztán itt is bukás lett a vége. Mégis Irma innen is szerencsésen távozhatott. És hát ne legyünk naívak. Abba a panzióba az emberek nem aludni jártak. Mégis, Irma innen is szerencsésen távozhatott és meg sem állt Sopronig. Itt kibérelt egy elegáns villát és folytatta a nagyvilági életét. Bárókat, hercegeket, rangos tiszteket fogadott, minden éjszaka cigányprímások húzták a talpalávalót, folyt a pezsgő és Irma halmozta az adósságokat. Irmát végre utolérte az igazságszolgáltatás. Letartóztatták, és a nagy visszhangot kapott tárgyalásán bűnösnek mondták ki 7 rendbeli váltó hamisításban. 3 év fogházra ítélték, amit egykedvűen gúnyos mosolyjal az arcán fogadott. Tanúsított meg bánást? Aligha. Jó magaviselettel 2,5 év múlva szabadult, és azon nyomban felmerült a bűnismétlés veszélye. Csak néhány csalását szeretném még felsorolni. Sztárai Irma grófnőként kiadva magát Sziszi királyné volt udvarhölgyeként, drága ékszereket rendelt, amiket jó ízléssel kiválasztott, szemrevételezte, majd megtartotta magának. Gebhardt Irén néven több magyar fürdőhelyen próbálkozott a csalással, de mivel mindenhol felismerték, nem járt sikerrel. Dresdában irodalmi szalon tartott fent, és a névjegyére ezt iratta. Sturze hercegnő, Nobel-díj tulajdonosa. Szabadulása után 1925-ben volt még egy gyenge üzérkedése lószerszámokkal, de ezek után végleg abba hagyta. És egy csettintésre a szélhámos megszelédült, Szombathelyen telepedett le, a Zrínyi Ilona utca 11-ben, és megbecsült nyelvtanárként élte az életét. 1938-ban hunyt el 71 éves korában. Mit szólsz Irma nem minden nap élet útjához? Szerinted Irma tud békében nyugodni? Köszönöm, hogy megnézted a videómat. Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!